Sziasztok! Ott is vagyok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Anime Egyetem csatornáján. Az utóbbi időkben egyre gyakrabban jelentek meg olyan animék, amik játékokkal foglalkoztak, vagyis inkább játékvilágokkal. Ott van nekünk például a híres neves Sword Art Online, ahol egy virtuális valóság játékba belépnek a játékosok, bentragadnak és próbálnak onnan kijutni, de hasonló tematikára épül a Log Horizon is, vagy az Overlord, de van nekünk olyan animénk is, ahol a világ maga működik úgy, mint egy játék, gondolok itt a Danmachi című animére. Nos, a mai animénk kissé felborítja a hagyományos koncepciót, ugyanis itt a játékosok tulajdonképpen önként kerülnek át ebbe a világba, és nem is hagyományos módon, és nem is igazán akarnak hazajutni belőle. Egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon látványos, nagyon-nagyon jó animét hoztam el nektek mára. Először röviden fel fogom vázolni a történetet, hogy nagyjából tisztában legyetek vele, vagy tudjátok, hogy miről beszélek, de szigorúan csak az első rész cselekménye alapján, aztán pedig tulajdonképpen arról lesz szó, hogy miért is ennyire fantasztikus ez az anime. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem, és a No Game, No Life. Sza! Game-o hasimeyo! Történetünk egy látványos harcjelenettel kezdődik, ahol is négy karakter legyőz 1200 másik játékost. Ami érdekesség ezekkel a karakterekkel kapcsolatban, hogy mindegyiknek üresen van hagyva a neve, ezért el is nevezik őket blanknek, vagyis üresnek, és így referálnak rájuk a későbbiekben. Egy városi legenda is terjed arról, hogy blank gyakorlatilag verhetetlen mindenféle játékban, és olyan magas pontokat állítanak fel, amit még soha senki nem tudott megdönteni. Ezután találkozunk a két főszereplőnkkel, Sorával és Shiroval, akik irányították ezt a négy karaktert ebben a játékban, és ők ketten tulajdonképpen blank, aki legyőzhetetlen minden játékban. Amit a testvérekről tudni kell, hogy mind a ketten nitek, ez a Not in Education, Employment or Training-nek a rövidítése, és azt jelenti, hogy ők nem is tanulnak, nem is dolgoznak, és nem is vesznek részt semmilyen továbbképzésben, tehát ők tulajdonképpen hivatásos naplopók. Sora 18 éves szűz, van valami zavara az emberekkel való kommunikációban, illetve játékfüggő, Shiro pedig 11 éves, szintén szűz, nem vett részt sohasem oktatásban, zárkózott, szintén van némi kommunikációs zavara, és ő is játékfüggő. Ők ketten érdekelnek együtt és játszanak egész nap, amikor is jön egy váratlan e-mail, ami kihívja őket egy játékra. Ebben sakkoznak, és végül nyernek is nagy nehezen, mikor is az e-mailben megkérdezi a titokzatos másik játékos, hogy mit szólnának ahhoz, ha egy másik világban élnek, ahol mindent játékok döntenek el. Ők erre azt válaszolják, hogyha egy ilyen világ létezik, akkor ők rossz világba születtek. Erre az történik, hogy Tet, a játékok istene, fogja őket és átteleportálja a saját világába, Discordra, ami egy külön bolygó, egy külön világ, és aminek külön szabályai vannak. Miközben Sora és Shiro 10.000 méter magasságból zuhannak lefelé, tett nyugalommal elmagyarázza nekik a világ 10 szabályát. A történetről gyakorlatilag ennyit szeretnék elmondani, innentől kezdve a testvérpár elindul rögös útján, ahol állandóan játékokat játszanak, folyamatosan nőnek a tétek, egyre keményebbek az ellenfelek, egyre érdekesebbek, látványosabbak, grandiózusabbak a játékok. Viszont ennél többet nem akarok mondani, mert az már spoiler lenne, úgyhogy fedezétek fel magatok a sztorinak a további részét. Akkor most nézzük is meg, hogy miért annyira fantasztikus ez az anime. Kezdjük a karakterekkel. Két főszereplőnk van, Sora és Shiro, és Sora lett számomra az egyik legkedvelhetőbb, legvagányabb, legkirályabb karakter, akit animében valaha is láttam. Kezdjük ott, hogy Sora szuper intelligens, messze túlszárnyalja az átlagos emberi intelligenciát, hihetetlen megfigyelő, analizáló, tervező képességei vannak, baromi jól taktikázik, rendkívül jó stratéga, és mindezek mellett fantasztikus vezető. Hihetetlen karizmája van, mindig tudja, hogy kinek, mit, mikor, miért kell mondani, rendkívül jól tud motiválni, megfélemlíteni. Sora tehát egy karizmatikus vezető. Karizmatikus. Egy szóval Sora fantasztikusan kifinomult pszichológiai hadviselést folytat a játékokon keresztül. Mindezekre azért képes, és még sok más dologra azért képes, mert Sora használ egy technikát, amit úgy hívnak, hogy cold reading, és ez a valóságban is létezik. A sorozatban mindössze egyetlen egyszer említik meg ezt, és ha még nézed a sorozatot, talán át is csiklottál e fölött az aprócska szó fölött, viszont ez elég nagy fontossággal bír. A cold reading egy olyan technika, amit illúzionisták, médiumok, mentalisták, jövendőmondók használnak arra, hogy kitalálják, hogy ki is az az ember, aki érkezett hozzájuk. A cold reading olyan technikák összessége, aminek segítségével fel tudod térképezni a másik embert, és úgy tudsz kitalálni róla információkat, hogy ő maga sem veszi észre, hogy nem tudtad róla ezeket előtte, és azt hiszi, hogy neked valami fajta mágikus képességeid vannak.
Sora tehát mestere ennek a technikának, mestere a manipulációnak, emiatt nagyon látványos, nagyon érdekes, nagyon epik csatákat kapunk. Mégis ami a legjobb Sorában, az egyrészt az a vagánság, ami ebből a tudásból fakad, másrészt pedig az idiótasága. Nagyon humoros, nagyon szeretető, nagyon király karakter. Nekem már kezd picit elegem lenni azokból a tipikus fiatal középiskolás srác karakterekből, akik meglátnak egy fedetlen keblet, vagy egy hozzájuk közeledő lányt, és nyakra főre rohannak ki a világból. Irulnak, pirulnak, sikítoznak, bujdosnak, holott csak egy pár esztétikusan kirakott keberről van szó. Hány olyan középiskolás srácot ismersz, aki egy felkínálkozó, esztétikus hölgy láttán sikítva elmenekül? Hát nem sokat. Persze értem én, hogy mire illik az ilyen típusú animék mögött, ezekre a jelenetekre rengeteg humort lehet építeni, illetve hát nyilván nem akarják elvinni a sorozatot egy hentai irányába, csupán meg akarják villantani az egyes kis testrészeket, tehát az ecchi kategóriában akarják tartani az animét, ekkor pedig valamilyen logikus úton le kell vezetni azt, hogy miért nem történik komolyabb dolog, és hát ezt legkönnyebben úgy lehet megoldani, hogyha a srác elmenekül. Vagy vegyük például a Harry Pottert. Soha nem értettem, hogy egy olyan világban, ahol tudnak varázsolni, gyakorlatilag végtelen hatalommal rendelkeznek és bármit meg tudnak tenni, hogy az életbe egyetlen srácnak sem jut eszébe, hogy valami pervezet csináljon. Átlásson a ruhákon, vagy eltüntesse a ruhákat, vagy benézhessen a női zuhanyzóba, vagy berepülhessen a női hálószobába, vagy elbájolja, vagy akármi. Melyik viszonylag kisebb keblekkel rendelkező varázsló lány ne használná a bazibum bűbájt, hogy bizonyos előnyökre tegyen szert? És akkor még nem is beszéltem a Wingardium Leviosa-ról, ami kritikus időpontokban végtelenül hasznos lehet. Wingardium Leviosa! Vagy a legnagyobb prank, soha senki nem csinálta meg, bemész az ebédlőbe, ahol a gyertyák lebegnek, és ahol ott van több száz lány, és azt mondod, hogy invito bugyi. Sora viszont egyáltalán nem tartozik ebbe a kategóriába. Sora olyan egészséges perverzióval rendelkezik, amivel mindnyájan. Sora tehát olyan, mint ha vettük volna a Yagami Light intelligenciáját, Lulus vezetői képességét, karizmáját, meg persze az ő intelligenciáját is, illetve gondolj valamit találom beteg, hülye, vicces karakterre, akit csak ismersz és szeretsz, és ezt a hármat összerakták volna. Yagami Light, Lulus, és minden poén, amin borulsz. Sora tehát egy nagyon vicces, nagyon humoros, nagyon szerethető, ugyanakkor zseniális karakter. Ott van másik főszereplőnk, Shiro, a 11 éves hugicája ugye Sorának, aki hozza a nagyon szerethető, nagyon cuki loli karaktert. Ő is szintén borzasztó intelligens, még intelligensebb, mint Sora bizonyos területeken. Ott van még nekünk Steph, a harmadik főszereplőnk, aki átlagos intelligenciával rendelkezik. Steph gyakorlatilag minket átlagos nézőt testesít meg az animében. Ő az ugyanis, aki semmit nem tud, akinek mindent el kell magyarázni, akinek mindent meg kell mutatni, és ugye ezáltal nekünk nézőnek is megmutatják ezeket a bizonyos dolgokat. További két hangsúlyos szerepe is van még, ez a humor és a fanservice, ugyanis az anime elég sok fanservice tartalmaz, és mivel ugye Steph elég átlagos, azért rengeteg viccet űznek belőle, eset inkább a butaságából, ami butasága tulajdonképpen csak a testvérekhez képest butaság, illetve rengeteg mesztelen jelenetet kap, amiben megcsodálhatjuk más adottságait is. A többi karakterről nem ejtenék szót, hogy elkerüljük a spoiler bárminemű megnyilvánulását. A másik nagy hatalmas pozitívuma ennek az animének az a humor és a komoly jelenetek rendkívül jó váltakozása. Az anime nagyon jól balanszírozza ezt a dolgot, amikor komoly jelenetek vannak, komoly harc, komoly fájtok, utána tök jó kis poénos, humoros jelenetek következnek, amikor pedig már pont eleged lenne a humoros jelenetekből, akkor bevágnak valami nagyon komoly, nagyon epik, nagyon prima kis cuccot, ezzel megszakítva a flow-t. Tehát nem lesz eleged a komoly jelenetekből, nem lesz eleged a vicces jelenetekből, mert szépen harmonizálnak egymással. A következő dolog, amiért fantasztikus az anime, hogy teli van olyan epic, olyan fantasztikus látványos jelenetekkel, amitől libabőrt kapsz. Igazából én garantálok neked legalább egy libabőrt minden egyes epizódra, de inkább többet. Annyi libabőrzés lesz az anime során, hogy egy egész libabőrzét lehetne tartani.
Amiért még nagyon-nagyon jó az az anime, hogy rendkívül látványos, rendkívül érdekes, nagyon jó játékokat kapunk. Általában ezek a játékok hasonlítanak a való világunkban is létező játékokra, csak fel vannak turbózva. Shiro és Sora bedobja minden intelligenciáját, Sora pedig bedobja minden karizmáját, minden manipulációs képességét, és nagyon hangulatos kis játékokat kapunk. Az anime ráadásul bővelkedik a humoros jelenetekben, rengeteg vicces jelenetet kapunk, és ezeken nagyon jókat lehet nevetni és szórakozni. Az animének gyönyörű a grafikája, nagyon szépek a háttérek, szépek a karakterek, és ilyen nagyon színes világba csöppenünk bele, ami jól illik ehhez a varázslatos világhoz egyébként, de minden színes, minden olyan pirosas, meleg színek dominálnak, és hát igazából az anime ez színes. Beszéljünk egy picit a negatívumokról. Az első negatív, amit tudnék mondani, az a főszereplők és a mellékszereplők hátterének a kidolgozatlansága. Az animének nagyon gyors, nagyon dinamikus, pörgős tempója van, haladnak az események, egyre nagyobbak lesznek, egyre jobban fejlődnek, talán emiatt nem jutott elég idő a karakterek hátterének a kidolgozására, emiatt viszont nem érzem őket annyira teljesnek, annyira kereknek, annyira egésznek. A másik negatívom már említett fanservice. Ez gyakorlatilag minden részben megtalálható, elég sok van benne, viszont ahogy mondtam, erre főképp a humort építik fel, és az egész jól működik együtt a komoly jelenetekkel, tehát szerintem nem viszik ezt túlzásba. Vannak mondjuk loli jelenetek is, amik nem biztos, hogy mindenkinek a tetszését elnyerik, de ebből sincsen túl sok. És alapvetően az anime egy elég light-os, ecsi vonulattal dolgozik, úgyhogy nem kell senkinek megijednie, nem lesz túl fűtött erotikában az anime. A harmadik ilyen negatívum, amit tudnék mondani, szóval az, hogy nem folytatódik az anime. Az anime nagyon jó, nagyon izgalmas és lezáratlan, ráadásul az anime utolsó része egy óriási epic cliffhangerrel zárul, hogy mindenki várná, hogy legyen folytatása. Ez nagy valószínűséggel nem fog bekövetkezni, ugyanis a szerző ellen, Mashiro Hiragi ellen büntető eljárás indult, talán már megvoltak a tárgyalások, nem vagyok benne biztos, viszont lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy a szerző ellopta a karakterek dizájnját egy másik rajzolótól vagy mangakától, nem tudom pontosan a részleteket, viszont a lényeg az, hogy lemásolta a karaktereket engedély nélkül, ezért nyilván nem is indulhat második szezon. Én viszont reménykedem abban, hogy valahogy ezt a konfliktust meg lehet oldani, tehát kifizeti a büntetést a karakterek ellopásáért, plusz megveszi a jogot a szerzőtől lerajzolja a karaktereit, és talán így lehetne egy második évadot kreálni. Az anime elég népszerű egyébként, tehát én nem zárnám ki 100% a lehetőségét, viszont nem is túl valószínű. Ennek ellenére viszont mindenképpen ajánlom, hogy nézzetek meg ezt az animét, mert fantasztikusan jó, egyedi, nagyon jó élményt ad. Kár lenne kihagyni. Még úgy is, hogyha nincs második évad. A zenék egyébként nagyon jók, az opening zseniális, nagyon látványos, nagyon szép zongora megy alatta, nagyon szép az énekesnő hangja, az ending szintén fantasztikus, nagyon cuki, a pici Shirót és pici Sorát látjuk, ahogy ők ott találkoznak és felnőnek, úgyhogy nagyon-nagyon jó ilyen téren is az anime. Az anime előnyeihez tudnám még mondani azt, hogy nagyon szépen ábrázolja a testvérek közötti szeretett kapcsolatot. Nagyon ragaszkodnak egymáshoz, nagyon szeretik egymást, védelmezik egymást. A No Game No Life tehát egy nagyon élvezhető, nagyon humoros, nagyon intelligens, nagyon epik, nagyon jó anime. Mindenkinek ajánlom megnézésre, 12 rész hosszú és feltetetlen szórakozást fog nyújtani nektek. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok a like gombra a videó alatt, írjatok a komment szekcióba, illetve küldjétek el az ismerőseiteknek is, hogy ők is meg tudják nézni. Emellett látogassatok el az Anime Egyetem Facebook oldalára, lájkoljatok ott is, szóljatok hozzá, aktívoskodjatok és minden ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy végignéztétek, remélem találkozunk legközelebb is, sziasztok!